Felfedezett a szigeten egy kis folyót is. Robinson ott rejtette el a csónakját? Igen. A lombok közé dugta. Egyedül építette? Hát persze. Senki más nem volt a szigeten. Robinson mindent egyedül épített. A kunyhóját is? Igen, a kunyhóját is. A szerszámait is ő készítette. És minden mást, amire szüksége volt. A kunyhója ott maradt a szigeten? Igen, minden ott maradt. A hajó csak Robinsont hozta vissza. 28 évet töltött a szigeten. Ma senki sem él ott? Nem. Robinson távozása óta senki. Romy Schneider, Györgyi Anna. Horst Buchholz, Bor Zoltán. Robinson nem halhat meg. Magyar hangok. Láng József, Dobránszky Zoltán, Földi Teri, Velencei István, Koroknai Géza, Minárovics Péter, Hamvas Dani, Bartuc Attila, Vajda László, Tóth Barnabás. Friedrich Forster színdarabja nyomán a forgatókönyvet írta Emil Burri és Johannes Mario Zimmel. Zenéjét szerezte Georg Henschel. Fényképezte Günther Anders. Magyar szöveg Gonda Miklós, hangmérnök Bérci Endre. Rendezőasszisztens Dóci Orsolya, vágó Gáspár Tamara, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Juhász Anna. A szinkron az MTM kommunikáció megbízásából, a Stúdió egy közreműködésével a Videobox Stúdió Kft. Műtermeiben készült. Rendezte József von Bucky. Én ott maradtam volna a szigeten. Sose hagytam volna ott. Hiszen azt mondtad, hogy a szigeten mindig szép az idő. Az egész évben, igaz? Jó lehet, hogyha sosincs hideg. Azt te csak hiszed. Olyan hőség volt, hogy Robinsonnak pálmalevelekből napernyőt kellett készítenie. Különben napszúrást kapott volna. Én aztán nem félek a melegtől. A hidegtől annál inkább irtózom. Amikor nagy leszek, elmegyek innen, és a szigeten fogok élni. Na és hogy akarsz eljutni oda? Jelentkezem hajósinasnak. És ha föltűnik a sziget a láthatáron, vízbe ugrom és odaúszom. Azt hiszed, hogy felvesznek egy hozzátasuló nyápicot? Kicsi a bors, de erős. Na igazán? Két hajó várja hiába, hogy kirakodjuk a gyapotszállítmányt, és miért? Mert tele vannak a raktárak. Lassan megy a munka, túlságosan lassan. Nincs elég emberünk, Mr. Gillis. A gyermekek minden tőlük telhetőt megtesznek, de hát ők mégiscsak gyermekek. Kemény kötésű fickók is akadnak közül. Való igaz, de a számuk csekély. A tépkedéshez még megjárja az erejük, de amikor szövésre kerül a sor, az szánalmas. Gyorsabban! Gyorsabban! Mi van, Ben? Ma még nem fogott el a buzgolsát? Jó estét, Mr. Miles! El az, gyerünk! Gyöngék, Mr. Gillis, túlságosan gyöngék. Szent kötelességünk, hogy erőnket nem kimélve fáradozzunk. Hatodik haszakat fenn kell tartanom az angol gyapot világelsőségét. Kegyelmet túl elnéző ezekkel a kölykökkel. Mi csináljunk vele? Megint baj lesz. Menjünk el innen, Jim. El akarok menni. Várj! Pszt! Maud! Maud! Gyere már! Mi történt? Mit akarsz? Ben! Jaj, már megint? Igen, és ha nem fejezi be a munkáját, el fogják bocsátani. A szüleinek szükségük van a keresetére. Gyere!
Ben! Állj fel, Ben, gyere! Beviszem magammal. Ha Mr. Miles idejön, azt mondom, hogy Ben segít nekem. Jó. Olyan súlyos ez a gyapot, hogy nem bírom kiemelni a kádból. Na, gyere! Jól van, feküdj csak le, senki sem fog meglátni. Szakadtából dalolsz, akkor nem félsz a sötétben. Már nem is félek. Jó, folytassuk. Nem mehetett messze, felség. A park kapui zárva vannak. Ha egy hajaszála is meggörbült a fiamnak, ön lesz a felelős, Lord Horace. Felség, egyszerűen nem értem, György herceg miért hagyta el a szobáját, hiszen a fenséges herceg mindig megfontoltan cselekszik. Tessék! Felség, megtaláltuk a fenséges herceget. Hol van a fiam? Néhány pillanat múlva megjelenik, felséget színe előtt. Azonnal látni akarom a fiamat. De felség, a herceg olyan állapotban van, hogy inkább azonnal, felség. Ő felsége várja, igyekezzék, herceg, ha bátorkodhatom erre kérni, engedje herceg a bal fülét, próbáljuk menteni a menthetőt, és most a jobbat Istenem, milyen szörnyű állapotban van, jóságos ég, a nadrágja is csorom víz, jaj, mi lesz ebből? Hol jár György herceg? A parkban, felség. A parkban? Valóban? Késő éjszaka? Ilyen viharban? Igen, felség. És mit csinált a parkban? Aludtam, felség. Ott aludt? Kíváncsi voltam, vajon lehet-e ilyen időben a csillagos ég alatt aludni. Gyakran végez ilyen kísérleteket, György herceg? Igen, felség. Például a kokáért megállapítottam, hogy felforrósított köveken valóban lehet halat sütni. Én nem tehetek erről. Sohasem beszéltem halakról a fenséges hercegnek. Mit művel, Mr. Pam? Megláttam egy vízcseppet, felség. A hajszál ilyen legördült a fenséges herceg nyakába. Elárulná, herceg kiültette a fejébe e hóbortos gondolatokat? Olvastam egy izgalmas könyvet, felség. Meg akartam róla bizonyosodni, hogy a szerző igazat írte. Melyik ez a könyv? A Robinson Crusoe. Fenséges herceg, ön is tisztában van vele, hogy ő felsége betiltotta eme könyvet? E könyv megragadta a fantáziáját, és elfogta a vágy, hogy ugyanúgy próbáljon élni, mint az a Robinson? Így történt, felség. Szavamra én ezt nem értem. Tán az ágya nem elég puha? Vagy a palota szakácsai nem főznek elég jól? Dehogy nem, felség, csak... Csak? Tán nem lesik itt a kívánságai? Pontosan erről van szó, felség. Tessék?
Engem mindennel ellátnak, Robinson viszont gondoskodni tudott magáról. Izgalmas, ha valamit magam csinálhatok. Születése folytán egy nap a világ egyik leghatalmasabb nemzetének trónjára fog ülni. Ha majd Anglia koronáját viseli, más feladatai lesznek, mint hogy halat süssön és a szabadban éjszakázzék. Igen, felség. Hagyjon fel e méltatlan foglalatosságokkal. Kísérje a herceget a szobájába, Mr. Pam. Ügyeljen rá, nehogy megfázzék. Parancsára, felség. Megkérhetném, királyi felség. Felség, én természetesen tájékoztattam György herceget arról, hogy ennek az átkozott Robinsonnak a szerzője mennyi bajt okozott felségednek, hogy még börtönbe is vettetett, mert lázító irományiban támadni merészelte felséged kormányát. És a fiam mit válaszolt? Beszéljen! Azt felelte, úgy vélem, igen bátor lehet ez az ember, hogy szembe mert szegülni apámmal. Tehát így vélekedik? Óva intettem a herceget a könyv káros hatásától, és megmagyaráztam, hogy felséged azért volt kénytelen betiltani, mert az efféle könyvek megmételyezik az ifjúságot, és az ostoba matrózok százával hagyták ott hajójukat, hogy egy lakatlan szigeten átéljék a kalandjait a... Robinson Crusoe-nak. Egy hatalmas hullám 10 méterre feldobott, ám éreztem, hogy a part felé sodor. Nem messze pálmafákat láttam, melyek úgy meghajlottak a viharos szélben, hogy felső ágaik szinte a földet súrolták. Kétszer már szilárd talajt éreztem lábam alatt, de a hullámok mindkétszer elragadtak, és a nyílt tenger felé sodortak. Egy harmadik hullám is felkapott, és ez hajszál híján végzetesnek bizonyult számomra, miután ismételten lemerültem az óceán mélyére, szörnyű erővel nekivágódtam egy hatalmas sziklának. Ájultam, terültem el. Ha ismételten elragad az ár, már nem tudok küzdeni, és örökre elnyel a háborgó tenger. Szerencsémre azonban a vihar elcsendesedett, és így lassan összeszedhettem erőmet. Hála Istennek megmenekültem. Mr. Defoe! Igen, már is. Tehát, kedves barátaim, így vette kezdetét kalandom a lakatlan szigeten. És 28 évet töltött ott teljes magányban? Igen, fiacskám. 28 esztendeig magamban éltem az én szigetemen. A vacsora tálalva van, Mr. Defoe. Ti pedig menjetek szépen haza. Indulás, egy-kettő, szedjétek a lábatokat. Mondja, Mr. Defoe, azonnal elindult első felfedező útjára, vagy másnapig vár. Elég legyen, ha mondom. Másnapig vártam, igen, vártam egy napot. Jaj, ez igazán nem okos dolog, Mr. Defoe. Tűzforró a keze. Felizgatja magát ezekkel a mesékkel. Ne fosz meg az élvezettől, hogy elmesélhessem neki kalandjaimat. Hiszen a gyerekeken kívül senki sem kíváncsi rájuk. Ők valóban azt hiszik, hogy ön Robinson Crusoe, és hogy átélte ezeket a kalandokat. Át is éltem őket, mindegyik megtörtént. De kérem, Mr. Defoe, elfelejtette? Anyámnak is nekem bevallotta, hogy soha életében nem járt azon a szigeten, és az egész történetet egy vén matróztól hallotta. Igen, igen, egy vén matróz mesélte, és én csak lelkiismeretesen papírra vetettem. De tudod, ahogy telnek múlnak az évek, egyre inkább az az érzésem, hogy a csodálatos kaland velem esett meg. Mr. Defoe. Jó, bevallom, igazad van, ezt a vén pernahajdet ismét hazugságon kaptad, lányom. Szégyelhetném magam. Nem jön meg az eszem. De én mégse szégyellem magam. Jöjjön. Már megint lement mesélni. Igen, Mrs. Cantley. Mindnyájan ott voltak. Még szerencse, hogy csak vasárnap érnek rá. Különben a sírba vinnék a kíváncsiskodásukkal, a kérdéseikkel. Mondd csak, Maud. Tessék. Az a halovány kisfiú ilyen fiatalon dolgozik? Ben? Igen, persze. Nálunk dolgozik Mr. Gillisnél. Rémes, micsoda időket élünk. Ezt nevezik haladásnak. A gyerekeknek is dolgozniuk kell.
mi más tehetnénk? Járhatnátok iskolába, megtanulhatnátok írni. A Benhez hasonló kisfiúknak még egész nap játszaniuk kellene. Na de, Mr. Defoe, ha nem dolgoznánk, miből tartanának el bennünket a szüleink? Sajnos igaza van, Mr. Defoe. Gondolja, hogy az apja ki tudja fizetni? Ha akarja, akkor igen. Akkor menjünk be. Tom úrfi, mi történt? Mit akarsz egy édesapjától megint? Az ön látogatásai után mindig ágynak esik. Fontos, hogy beszéljen édesatyával. Ön kicsoda? Fiatal embert börtönbe kell kísérnünk. A nevem Green. Jóságos ég. Mi történt, uraim? Nagyon sajnálom, Mr. Defoe. De Mr. Heap, a sárga papagáj tulajdonosa, Tom Defoe úr letartóztatását kérte, mert nem fizette meg neki 50 fontnyi tartozását. 50 font adósság? Gyere a szobámba, fiam! Itt várunk, Mr. Defoe. Tehát börtönbe fognak vetni. Csak akkor, ha nem fizetek. Ezért vagyok itt, apám. Ezért vagy itt. A fiamat börtönbüntetésre ítélik. Micsoda szégyen. Miért kerít a fogadós ilyen nagy feneket néhány fontnak? 50 fontról van szó. Igazán nem megy tönkre bele. Nem rendelkezem ekkora összeggel. Múltkori látogatásod óta jelentősen megváltozott a helyzetem. Tudhatnád, ha sűrűbben kegyeskednél eljönni hozzám. Hát igen. Mindenemet megkaphatod. Két rendruhám van és néhány régi ingem. Ha kívánod ezeket, nyugodtan elviheted. Rajta hurcolj el mindent! Ezen az asztalon papírok hevernek, tömérdek papírlap. A Robinson Crusoe kézirata. A király betiltotta a könyvet. Most az egyszer segíts még, apám. Esküszöm, ez az utolsó alkalom. Ünnepélyesen megesküszöl. Hányszor hallottam már-e fogadkozásodat? Apám. Nem. Rendben van. A híres Daniel Defoe fia szégyenszemre börtönbe kerül. Annak a gyermeke, aki régebben ő felsége tanácsadója volt. Az udvarban rajtunk köszörülik majd a nyelvüket. Mint mondtam, nem tudok segíteni. De ha rendelkeznék is eme összeggel, akkor sem kapnád meg. Már mindenemet odaadtam, hogy ki tud egyenlíteni adósságaidat. Mindent eladtam. A házamat, a hintomat, a könyveimet, mindent. Akár hiszed, akár nem, még azt sem tudom, hogyan fizetek a hónap végén a derék asszonynak, aki befogadott. Úgy gondolod, mindenedet ide adtad? Lehet. De nem azt, amit vártam tőled. Hisz akkor nem állnék most itt előtted. Mit akarsz ezzel mondani? A király elé járulhatnál, hogy ünnepélyesen megkövesd. Erre ne is számíts, Tom. Szó sem lehet róla. Ugyan miért nem? Mindjárt megmondom. Mert nem ismered el, hogy hibáztál. A nagy Daniel Defoe. Egyszer s mindenkorra eldöntöttem, mi a helyes ezen a világon, és mi nem. Fütyülsz rá, hogy a többiek mit gondolnak. Mindenki alázatosan hajtson fejet előtted. Törődsz is te a királlyal, anyámmal, vagy velem. Mindig csak magaddal törődtél. Végeztem, Mr. Green. Tom! Bocsásson meg a zavarásért, Mr. Defoe. Számomra a napnál is világosabb volt, hogy a fia hiába hozott minket ide. Mr. Bumble, vezess el! Micsoda látványosság! A híres nevezetes Daniel Defoe, a kisujját sem mozdítja egyetlen fiáért. Inkább hagyja, hogy börtönbe kerüljön, mint hogy engedjen! Gonoszsága miatt nyomorúságos életre vagyunk károsztatva, holott palotában lenne a helyünk! Gőgje tönkretett minket! Eresszen el! Követem! Miért nem volt hajlandó segíteni? Ez nem rád tartozik. Ne üss bele mindenbe az orrod! Mr. Defoe, a vacsora!
Hogy lehet valaki olyan önző, hogy a fiát nem menti meg a börtöntől? Tom csak saját magát okolhatja. Aki ilyen romlott és felelőtlen, az megérdemli, hogy börtönbe kerüljön. Én nem értek ezzel egyet. Mivel nem értesz egyet? Hogy Tom romlott ember. Tudod is te, azért fogod a pártját, mert csinos fiú. És nagyon kedves hozzád. Nem, mama, tévedsz. Nem szolgált rá a börtönre. Megfigyeltem, hogy valahányszor felkeresi apját, az mindig barátságtalanul bánik vele. Morog, kiabál. Minden oka megvan erre. Gondolod, hogy a korholó szavak jobb belátásra bírják Tomot? Hű, de milyen belefúródott. Pedig kemény fa. Mi lesz, ha majd egy sündisznót találunk el vele? Letört a hegye. Hát persze, minden lövés után újra kell hegyezni. Robinsonnak is minden lövés után újra kellett hegyezni a nyilvesszőit. Az első 6 hónapban kizárólag sündisznó nélkül. Én bizony rá sem néznék arra. Ha más nem találnál, boldogan megenni. Talán jól átsütve. Órákon átkutattam lankadatlanul a park ajnövényzetében. Az éjszakai rémes zivatar közben. Én fittyet hánytam a szörnyű viharnak, mely oly vadul tombolt, bőrigázva, diteregve, segítőtársaim már mind meghátráltak. És nem félt egyedül a sötétben? Hála az égnek, én kitartottam, és egyszer csak mit látok a vakító villámlásban? Ő felsége gyermekét. Ő felsége gyermekét? Igen, ő felsége gyermekét. Nyomban karjaiba vettem. Ó, ezt a törékeny angyalkát. És azonnal visszavittem ő felségéhez. Ő felségéhez? Képzelje, ő felsége szeme könnyben úszott. Így szólt hozzám, barátom, kedves derékpám barátom. Ezt sohasem fogom tudni méltóan meghálálni. Igen, biztosíthatom örök hálámmal. Ő felsége és valóban azt mondta, kedves derék Horace-pám barátom, fogadja örök hálámat. Igen, pontosan ezt, kedves derék Horace barátom. Pán. Igen. Fogadja örök hálámat Istenért. György herceg, kérem, nyújtsa a kezét megmentőjének. És a herceg? A herceg megfogta a kezemet, és meghatottan ajkához akart emelni. Ajkához? Persze nem engedtem. Térdre borultam előtte is. Oh, Mr. Pam, kelljen fel, most nem a herceg előtt van. Igen, de... Jaj, nekem... Mr. Pam, mi ütött magában? Jaj, nekem az életemre törnek. A Hyde Parkban gyilkosok hol állgodnak? Szerintesen ment el, rosszul leszek. Én nem bírok vért látni. Miss Hackett, Miss Hackett, szedje össze magát. Mit akartok? Csak nem te voltál az, aki... De igen, de én nem magára céloztam, uram. Igaz, uram, az én hibám. Én biztattam, hogy lőjön. Lőjön? És ki volt a célpont? Egy sündisznó. Összetévesztettek egy sündisznóval. Utánozni akartuk Robinson Crusoe-t. Robinsont? Hallott ezt, Miss Hackett? Kis nyavajások, meg is ölhettetek volna. Ezért megfizettek. Példás büntetésben lesz részük. Kérem, segítsen, Miss Hackett. Követelem, hogy szigorúan büntesse meg a fiát, Mr. Drinkwater. Ebből nyugodt lehet, Mr. Pam. Szégyenes gyalázat. Mr. Pam alig bír leülni. Engedje meg, barátom, hogy megvizsgáljam a sebét, mert ha elmérged, abból nagy baj lehet. Majd később, Miss Hackett. Példás büntetést követelek könyörtelenül, Mr. Drinkwater. Ne feledjen, nekem köszönheti, hogy kinevezték a királyi kandallók tűzgyújtójának. Kérem, Mr. Pam, higgy el, nem szándékosan csinálta a gyerek. 25 szíjjal a fenekére a szemem láttára. Minden ütésnél ismételje, megígérem, soha többé nem olvasom azt a könyvet. Én egyébként nem is olvastam. Én sem, hiszen ártalmas olvasmány. De mennyire? Kérem, Mr. Pam, nem okocskodjék, engedje, hogy megvizsgáljam. A könyv a fő bűnös. Az a könyv a bűnforrása. A gyerekek olvassák a Robinsont, holott a király úgy látta jónak, ha betiltja. Holnap javasolni fogom ő felségének, tiltaná meg a gyermekeknek az olvasást minden formában. Igen, Mr. Pam, értem. Ő felsége bizonyára tetszéssel fogadja a javaslatát. Magától értetődik. Tudja, hogy ő felsége kedves derék barátjának szólítja Mr. Pamot? Ezt most hagyjuk. Mr. Drinkwater, teljesítse a kötelességét és hajtsa végre az ítéletet. Ne feledj el, minden ütésnél hallani akarom azt a mondatot. Na, fiam, gyere ide. Higgy el, uram, nem akart semmi rosszat. Ugyan, rá se ráncs.
Ígérem, többé nem olvasom ezt a könyvet. Hangosabban is érthetőbben. Ígérem, többé nem olvasom ezt a könyvet. 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 Nem bírom elviselni. Leizgulj. Nem üt erőseket. Az apjának nem lenne szabad megvernie. Ne felejtsd el, hogy ez a pám az előjárója. Egy szobába kerül és kiteszik az utcára. Minden esetre engem nem verhetnek meg. Mit forgatsz a fejedben? Sajnos nem tehetünk semmit. De igen. Én tudok egy jó megoldást, pajtás. Gondolod, hogy felismered? Hát persze, láttam azon a napon, amikor Philip Stanton hajóra szállt. Psst! Oda nézzetek! Ő az! Gyertek! Hé, mit akartok? Ugye ön Black kapitány uram? Igen. Itt voltam Philip Stantonnal, amikor elszegődött az ön a... Ne beszéljen hangosan, hékás! Keresik talán a fiút? Nem, uram, egyáltalán nem. Jól megy a sora. Járja a tengereket. Csak erre voltál kíváncsi, kiskomám? Nem egészen, uram. Mi is szeretnénk hajóra szállni. Ti is világot szeretnétek látni? Tudnak erről a szüleitek? Nem, nekik nem szóltam. Gaz fickó, titokban akartok elhajózni? Igen. Mint Philip Stanton. Philip, de hát neki nem volt családja, és ő idősebb volt nálatok. Ígérjük, nem mondjuk el senkinek. Ki sem ejtjük a nevét. Na jól van, fiúk, talán meg tudunk egyezni. Ma 12-dik a vasárnap van, és én 15-én éjfélkor indulok. De ha fülön csíp titeket a kikötői őrség, mi nem ismerjük egymást. Igen, kapitány, köszönjük. Téged kis többség nem fogadlak fel, te ne gyere. Engem miért nem viszel, kapitány úr? Csak legyen. Nem akarunk egymástól elválni. Nélküle mi sem megyünk el. Lehet, hogy gyengének látszom, de tegyen próbára, uram. Meglátja, hogy minden parancsát teljesíteni fogom. Igazán? Nem ijedsz meg a munkától? Hát jó, felfogadlak. Majd kiderül, megállod-e a helyet, te Herkules. Köszönjük, kapitány úr! Ne felejtsétek el 15-én este. Itt a híd alatt várjatok, fiúk. Na és éjfél előtt ne gyertek ide. Igen, köszönjük, kapitány úr. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Előbb-utóbb ennek rossz vége lesz, kapitány úr. Fogd bászát! Azt a napot mi megünnepeljük. Nem sok olyan fickót ismersz, aki önként jelentkezik hajós irasnak. És láthattad, a háromból kettő meglehetősen izmos. Jöjjenek játszani! Ki szeret játszani? Tegyék próbára szerencséjüket! Jöjjenek, játszanak bátran! Tegyék próbára szerencséjüket! Sok pénzt nyerhetnek! Egy üveg brandyt, olcsón adom, olcsón. Itt vannak a kockák, jöjjenek! Hát, ha szerencséjük lesz, most meggazdagodhatnak. Jöjjenek, játszanak, a kockák várják a szerencsés játékosokat. Jöjjenek játszani, tegyék próbára a szerencséjüket, nem fogják megbánni. Jöjjenek, próbáljanak szerencsét, jöjjenek! Mr. Defoe, mit akar? Mindjárt teázni fogunk. Kérem, tiszteljen meg bennünket. Nem, köszönöm, nem. Higgy el, jobb, ha a foglyok nem néznek ki. Okosabb itt elfelejteni a külvilágot. Forduljon, barátom, inkább önmagába. Tanuljon meg elmélkedni, és szárnyaljon a nagy filozófusok gondolataival. Adok kölcsönkönyveket, csodálatos könyveket. Nem kellenek a könyvei. Ha majd hozzám hasonlóan hónapokat töltött itt el, már másképp fog beszélni. A könyvek segítettek nekem elviselni az igazságtalanságot. Nagyra becsülöm édesapja műveit is. Ne is halljak a firkálmányairól. Mr. Defoe,
Elhiheti nekem, sok embert ismerek, akik szép summát fizetnek valamelyik könyvéért. Különösen azért, amelyet a király betiltott. Jó napot, Mr. Green. Jó napot, Mrs. Bomston. Ennivalót hozok a férjemnek. Tessék csak, asszonyom, parancsolja. Jó napot. Tom Defoe úrral szeretnék beszélni. Defoe? Mit akarsz tőle? Semmit. Csak megnézni, jól van-e. Beszélhetek vele? Igen. Az udvaron van. Gyere velem. Defoe! Mr. Defoe! Látogatója érkezett! Jó napot, Tom Murphy! Te vagy az? Igen. Az apám küldött ide, igaz? Nem, ő nem tudja, hogy ide jöttem. Értem. Hát akkor mit akarsz? Az apja beteg. És ez a maga lelkén szárad, ne is tagadja! Miért én tehetek róla? Mindig mindenről én tehetek. Bezzeg apám maga a megtestesült jóság. Sosem mondott nemet, ha szenvedőkön kellett segíteni. Kivéve a saját fiát. Miért is törődne a fiával, aki csak szégyent hoz rá? Hiba volt, hogy idejöttem. Bocsáss meg, Mood. Talán úgy gondolja, hogy az apja örül, hogy maga itt van. Ki szabadíthatna? Nincs rá módja. De nagyon is van. Ám a kis ujját sem mozdította, értem, soha. Nem igaz! Tegyük fel, hogy hazudok. Meg vagy elégedve, Mott? Mit akarsz tőle? Azért jöttem, mert azt reméltem, arról számolhatok be az apjának, hogy maga megbánta múltkori viselkedését. Ez az üzenet a legjobb orvosság lenne számára. Kérem, írjon neki. Vagy inkább üzen neki valamit. Igen. Elmondom, mit üzenek drága édesapámnak. Mit? Köszönöm neki, hogy itt folytathatom a tanulmányaimat. Itt a legjobb társaságban mozgok. Nézd, azok az urak kártyázni tanítanak. És arra, hogyan állítsuk magunk mellé fortunát. Roppant leleményes trükkök, amelyeknek még hasznukat vehetem. És azok a hölgyek, amikor erőt vesz rajtam a csüggedés, megvigasztalnak. Puszta könyörületből. Vagy talán mert csinosnak tartanak. Mrs. Penthouse-nak egy jeles intézmény bukása miatt fáj a szíve. És az a férfi, apám gyakran szememre vetette, hogy nem tanulok. Nos, Mr. Wilde, filozófiára okít. Ha 5-6 évet eltöltök a társaságában, kiművelem a szellememet. Tom Murphy. És ha egyszer megelégelem az itt tartózkodást, csak egy szavamba kerül. És a két úriember készséggel kifizeti adósságomat. Másnapra szabad leszek. Matrózokat toboroznak a haditengerészet számára. Mr. Defoe. Haditengerészet? Igen, igen, Mód, pótolni kell a matrózokat, akik elpusztulnak a hajókon. Mr. Defoe. Lehetséges, hogy elszánta magát erre a fontos lépésre? Nem! Igazán kár. Abban a hitben voltam, hogy talán elfogadja ajánlatunkat. Kisasszony, ő felsége hajói a világ valamennyi tengerén dicsőséget arattak, és e fiatalember nem hajlandó szerencsét próbálni? Legendás admirálisunk, Sir Francis Drake, hajósinasként kezdte ő felsége egyik hajóján. Látod, ezt elmesélheted apámnak. Hiszen ő úgyis annyira imádja a tengert. Megtiltom, hogy így beszéljen. Édesapja súlyos beteg. E jó hírek talán helyrehozzák egészségét. És én még a védelmére keltem mindenkivel szemben. Nem hittem el, hogy tényleg olyan lelketlen, mint amilyennek tartják. De ma már nem tudom, hogy mihez tartsam magam. Egyáltalán nem érdekel a véleményed. Nem fér a fejembe, mit akarhat egy ilyen rendes lány ettől a semmire kellőttől. Persze, ez nem az én dolgom.
Legalább a leves sikerült belediktálnom, de aggódom miatta. Miért, mama? Egész nap másról se beszél, mint a fiáról. Még álmában is őt emlegeti. Az összes londoni gyerekkel megtalálja a közös nyelvet. Csak a fiával nem. Mi lenne, ha bemennék a börtönbe és beszélnék az úrfival? Ne, azt hiszem, nem lenne sok értelme. Talán igazad van. Hiába kérlelném. Kutyából nem lesz szalonna. Anyám? Tessék? Mondd csak, ha Mr. Defoe nem szegült volna szembe ő felségével, Tom Murphy ugye ma is az udvarnál szolgálna? Valószínűleg miért? Arra gondoltam, hogy akkor talán egészen más életet élhetnénk is esetleg. Mondd csak, Maud. Nem vagy véletlenül... Véletlenül mi? Semmi, semmi. Szép álmokat, kislányom. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Hoztam a holmimat, és eldugtam az udvarban. Már nem akarok hazamenni. Mód is velünk jöhetne. Mond, láttál már lányt, mintha jó sinas, te nagy okos. Lehetne a szakácsnőnk. Nagyon szeretném, ha velünk jönne. Na ide figyelj, ha kikutyogod Módnak a tervünket, úgy eltángállak, hogy azt nem felejted. Jól van, na ne idegeskedj! Örülj, hogy te velünk jöhetsz. Álltad a szavad? Biztos, hogy nem mondtad el, mire készülünk? Nem, hát. Vagyis, hogy hát... Egyetlen egyszer megkérdeztem tőle, mit kérdeztél meg? Hogy nem lenne kedve útra kelni velünk. Jaj, te agyalágyult! Maud nem buta lány. Rá fog jönni. Kivel beszélget? Ismer engem? A börtönben dolgoztam. Igen. Mi történt? Üzenetet hoztam önnek Mr. Tom Defoe-tól. Arra kéri, szíveskedjék felkeresni. Ezt kéri? Azt szeretné, ha mielőbb meglátogatná a kisasszony. Köszönöm, elmegyek. Ma este szokás szerint elindulsz vele hazafelé, de csak az ajtajáig mész. Semmi szín alatt nem mész be hozzá. Megígérem. Ugyanúgy viselkedj, ahogy máskor. Nehogy véletlenül gyanút fogjon. És ha eljár a szád, tudod, hogy mit kapsz? Ígérem, hallgatok, mint a sír. Éjfélkor találkozunk a híd alatt. Rendben. Psst. Összesen ennyit csináltatok ma? Micsoda szégyentelen kis naplopók. Veletek hármótokkal mindig baj van. Nem csináltunk kevesebbet, mint a többiek. Ráadásul még szemtelenek is. Az én türelmemnek is van határa. A mai napért nem kaptok fizetséget. Ezen a héten csak 5 munkanapért jár nektek bér. Ezen kívül nektek kell kitakarítanotok a műhelyt. Majd én morra se tanítalak benneteket. Mára befejeztük! Most mit évők leszünk? De menj csak el Móddal. A műhelyt majd mi ketten rendbe rakjuk. Mi van ma veletek? Velünk? Ugyan mi lenne? Mintha forralnátok valamit. Dehogy, honnan veszed? Gyere Mód, induljunk haza. Ben, ma nem mehetünk együtt haza. Miért nem? Hová mész, Maud? Meg kell látogatnom valakit, aki börtönben ül. Veled akarok menni. De biztosan várlak otthon. Nem. Ma este ráérek, nem kell sietnem. És tudod, hogy nem szeretek ilyen későn egyedül hazamenni. Nem bánok, gyere velem. Látta, Jim? A szomszéd szobában 2 festékelteli vödör áll. Akkor ne álljanak ott hiába. Levonhatják a bérből. Te folyton lemarasz, Jim! Azt ajánlom, szedd össze magad! Hányszor kell még mondanom, az angol pamut szövetnek nem lehet párja a világon! Nincs ötletem!
Ki vele? Mi az az ötlet? Ki szabadíthatná? Gyere ide. Jó. Menj, tűnj el gyorsan! Gyorsan! Tűnj el innen! Menekülj gyorsan! Többé vissza ne gyere! Estét. Jó estét. Jó estét. Mód. Hát te, kisfiam, mit keresel itt? Én csak... Elkísért engem Mr. Green. Ülj le benn és várj meg. Hálásan köszönöm. Ugyan mit? Hogy eljöttél meglátogatni. De hiszen maga kért rá. Mi történt? Mód. Amikor a múltkor itt jártál nálam, nagyon csúnyán viselkedtem veled. Nem. Bocsáss meg. Hidd el, nem rád haragudtam. Hiszen te mindig olyan... kedves vagy hozzám. Tudtodra szeretném adni, hogy nagyon megbántam. Szívemből bánom. Más nem is akarsz. Nem, semmi mást. Másra számítottál? Nem, semmire. Nagyon boldog vagyok. Igazán? Magát én ismerem a legjobban. Bízom magában, és mindig is a pártját fogtam. Haragos apja ellenében is. És nem mutatott neked ajtót? Nem, dehogy. Higgy el, hogy ő nem olyan szigorú, amilyennek mutatja magát. Mióta maga itt van a börtönben, rajta erőt vett a búskomorság. Folyton úgy emlegeti magát, mintha most is ott lenne. Amikor az ajtaja nyitva van, hallom, ahogy zokog. És beszél magához, mintha együtt lennének. Nem gondolja, hogy legalább megpróbálhatna kibékülni az apjával? Nem, Mó, soha! Az semmi sem változtatna. Nagyon kérem, tegye meg az én kedvemért. Úgy sem engednének el hozzá. Még ha hajlanék is rá, úgy sem engednének el. Mr. Green! Tessék, mit akarsz? Megtenni, hogy szabadon engedi Mr. Defoe-t. Egy órára. Aki adósság miatt ül börtönben, csak úgy engedhető el, ha valaki kezességet vállal érte. Én megteszem. Kezességet vállal. De Mód is én... Nyugalom, ne kiabálj, kisfiam! Bocsánat. Nincsenek semmi értelme, kérlek, Mód, tér vissza édesanyádhoz. Örömmel itt maradok. Csak az vállalhat kezességet, aki már betöltötte a 18. évét, te még fiatal vagy. Idén töltöttem be. Ha így áll a helyzet, gondold át még egyszer alaposan. Ha Mr. Defoe nem térne vissza, be kellene, hogy zárjalak, és te felelnél az ő adósságaiért. Ne vállald ezt, Mód! Kérem, Tom úrfi, távozzék. De... képzeld el, mi lesz, ha nem jövök vissza? Tudom, hogy vissza fog jönni. Vigyázz! Én nem mennék rá megesküdni. Én annál inkább. Értesítse anyámat, hogy ne aggódjék. Megígérem. Ha ennyire kérsz, elmegyek. Köszönöm. Várjon, várjon, várjon! Előbb írja be a nevét a könyvbe. Helyes. Te is. És azt, hogy önként lépek a helyére. Rendben van. Most távozhat. Tom úrfi! Tudom, hogy megbízhatok magában. Köszönöm, Mód. Sietek vissza. Remélem, nem bánod meg. Én sose tartottam Tom úrfit rossz embernek. Menj haza, Ben. Nem, nem akarok. Ha te itt maradsz, nekem is itt kell maradnom. Miért kéne itt maradnod? Azért, mert semmiképpen sem akarlak magadra hagyni, itt a börtönben. Ha bezárnak, engem is zárjanak be. Azt akarod, hogy bezárjuk? Igen, azt. Nem félek. Rendben van. Gyertek velem. Bezárlak benneteket. Na hát, micsoda furcsa börtön ez. Ma este néhány fogoly távozását ünneplik. Három hölgy holnap itt hagy minket.
Kerüljetek beljebb. Gyere, Ben, ülj le. De Mód, tessék. Amíg vissza nem tér, téged nem engednek el, igaz? Hm. És ha nem jön vissza? Biztosra veszem, hogy visszajön. Örülök, hogy elengedték az apjához. Képzelem, hogy Mr. Defoe milyen boldog most. Ha kell, az egész éjszakát itt töltöm. Micsoda? Az egész éjszakát? Igen, miért ne? Semmi, nem fontos. De gondolj csak meg. Ha egy óra múlva visszajönne, úgy jobb lenne. Sokkal jobb. Mire célzol, be? Jobban szeretnék szabad lenni. Szabály a szabály. Szabály? De mi semmit sem csináltunk. Jaj, Ben. Látod, kár volt itt maradnod. Miért? Csuda izgalmas élmény. Igazán. Óriási kaland. Nagyon kedves tőled, hogy itt maradtál. De nem félek, biztos, hogy visszajön. Biztos vagy benne? Igen. Mióta ismerem, bízom benne. Ha olyan rendes, miért vetették börtönbe? Nem szolgált rá annyi szent. Uh-huh. Tom. Azért jöttem el, mert... Mert Módtól úgy hallottam, hogy gyengélkedsz. Már is jobban vagyok. Kerülj beljebb. Nagyon örülök, hogy eljöttél, Tom. Ülj le. Bizonyára sikerült kifizetned az adóságaidat, különben nem engedtek volna szabadon. Csupán egy órára távozhattam el. Egyetlen órára? Az a lényeg, hogy itt vagyok, apám. Még mindig haragszol rám? Ha idősebb leszel, te is rájössz, hogy minél több fájdalmat okoz egy gyermek, annál kevésbé tudunk rá haragudni. Ígérem, atyám, hogy amint szabadon engednek, új életet kezdek, igen. Dolgozni fogok. Esküszöm, komolyan gondolom. A börtönben egészen más ember lettem. Tudom, nem bízol bennem. El kell ismernem, én vagyok a felelős. Hagyjuk ezeket a nagy szavakat, édesfiam. Még ha hinnék is neked, az sem változtatta semmi. Nem tudom kifizetni az adósságaidat. De igen. Megvan rá az eszközöd. Íme. A Robinson Crusoe kézirata. Tömérdek tehetős londoni polgárnak fáj rá foga. Ismerek valakit, aki 100 fontot is hajlandó fizetni, ha ezzel gyarapíthatja a gyűjteményét. Arra akarsz rábeszélni, hogy adjam el a kéziratomat, a Robinsont? Már világos, mi a látogatásod célja? Hogy megfossz az egyetlen kincsemtől? Tévedsz, apám, kérlek, ne beszélj így! Senki sem kérheti, hogy váljak meg tőle. Egy könyvet betiltotta a király. Az összes példányt lefoglalták, érted? Ez a kézirat az egyetlen, mely hozzáférhető. És te arra kérsz, hogy... Váljak meg tőle örökre? És én? A te hőszeretett fiad? Én kevesebbet érek neked, mint ezek a papírlapok? Ezt képtelen vagy megérteni. Nagyon kérlek, hagyd békén! De igen, értelek. Hidegen hagy, hogy a börtönben töltöm az életemet. Így van, Tom. Nem fizetem ki az adósságaidat. Figyelj csak! Mi az? Evezők hangját hallom. Szerintem csak a víz csobog. Hiszen ez Jackie. Megtalált minket. Mi lenne, ha magunkkal vinnénk? Volna kedved velünk jönni, Jackie? Hát persze. Ben vajon hol tekereg? Fogadok, hogy megint valami butaságot csinált. És ha nem ér ide éjfélre? Akkor nélküle indulunk el.
Ki az ördög akar ilyen késő éjszaka bejönni? Igyekez! Mit akarnak magukét? Hm? Ó, ezer bocsánat, nem sejthettem, hogy ön az Mr. Heath. Hol van Mr. Green? A dolgozó szobájában, már is oda vezetem Mr. Heath. Mr. Green! Mr. Green! Mr. Heath keresi, uram! Üdvözlöm, Mr. Heath. Jó estét. Szabadon engedheti a fiatalembert, mert megfizette tartozását. Rendben van. Engedje ki a gyerekeket! Mindent kifizetett? Igen, végre minden adósságát rendezte. Íme az elismervény. Mivel úgyis dolgom volt a városban, egyszerűbbnek találtam, ha magam jövök el a börtönbe. Kitől kaptad ezt a pénzt? Az az én dolgom. Elmehetek? Egy pillanat, fiatalember, egy pillanat. Vannak bizonyos formaságok. Egy kis türelmet kérek. Már is, Mr. Heath, nagyon sietek. Tom Murphy! Hát szabadon bocsátották. Az apja engedett végül. Igen. Apám segítségemre sietett. Igazam volt. Tudtam, hogy megbocsátott magának. Az egész az én hibám volt. Sokáig tart még, Mr. Green? Egy pillanat. Elvigyem az édesapjához. Nem, van egy kötelezettségem. Önnel tartok, Mr. Heath. Éme. Minden rendben van. Ön szabad. Köszönöm. Indulhatunk, Mr. Heath. De Tom Murphy. Nagyon sajnálom. Köszönöm. Köszönöm, Bond. Ódolatom, Mr. Heath. Jó éjszakát. Siessünk haza! Ki volt ez az ember? A sárga papagáj tulajdonosa. Egész London legnagyobb gazembere. Erre a barátod Tom Murphy is nem sokára rá fog jönni. A sárga papagáj minden törzs vendége. Akasztófán végzi. Láttad, Ben? Az orvos kocsia. Vajon mi dolga van nálunk? Gyere! Mi történhetett már megint? A fiam bandita, Mrs. Cantley. Nem. Csak azért keresett fel, hogy Ruth-ul meglopjon gyalázat. A saját apját meg merte lopni. Nem, ez nem igaz, Mr. Defoe. Higgy el, téved. Én nyitottam neki ajtót, beszélgettem vele. Ön iránti jó szándékkal eltelve érkezett. Itt van, gyermek. Ajahogy. Meglopta tulajdon apját. Sajnos igen, mert hetetlenül elzúlott. Lányom, hol jártál? Eljött hozzá a fia, de csak azért, hogy meglopja. Hogy lophatja meg valaki a tulajdon apját? Elvitte a Robinson Crusoe kéziratát. Ezt merte tenni. A Robinson Crusoe kéziratát? Igen, a Robinson Crusoe kéziratát. Biztos vagy benne, hogy igen. Ő lopta el? Add vissza, Tom! Kölyörgök, ne ölj meg! Zopog és a fiát szólongatja. A szíve nem fogja kibírni. Félek, hogy belehal. Nekem meg azt merte hazudni, hogy bocsánatot akar kérni az apjától. Az egész éjszakát a börtönben töltöttük miatta. Hogy is hívták azt az embert, akivel a börtönből távozott? Roppant jókedvűek ma este, uraim. Minek köszönhető ez? A barátja minnyájunkat meghívott egy italra. Benson, úgy emlékszem, megtiltottam, hogy beted ide a lábadat, amíg meg nem fizeted a teljes tartozásodat. Kiegyenlítettem a tartozásomat, Mr. Heath. Itt van az árunk. Kérem, nézze meg. Betörés? Fegyveres rablás. Piccadilly?
Hyde Park. Sétálókat? Egy hintót. Szemtanúk vannak? Két ember Hawkins bandájából esett a hintóra, de mi gyorsabbak voltunk. Már megint Hawkins bandája. Mindig csak ők. Nem csoda, hogy haragusznak ránk, Mr. Heap. Végre a Hyde Park az ő területük volt. Nem lepne meg, ha még ma este látogatóink jönnének. Könnyen lehet, Mr. Heap. Biztos helyen van minden? Természetesen. Zárd be az ajtókat! Senki sem jöhet be! Csönd legyen, uraim! Bemutatom önöknek Mr. Defoe-t. Mr. Defoe mentesülni óhajt a bíróságuk zaklatása alól egy bizonyos időre. Ezért menedéket kínáltam neki. Mit akartok itt? Bent van Tom Defoe. Semmi közötök hozzá, kotródjatok innen. Nem érdemes erőltetni, menjünk el, Maud. Találkoznom kell vele, muszáj vele beszélnem. Te csak menj el, ha akarsz. Egyedül menjek haza éjszaka. Tudod, hogy félek a sötétben. Jó estét, Mr. Heap. Mutass csak egy kicsit. Egy úrra és a hölgyére csaptunk le, akik vacsorázni igyekeztek a királyhoz. Csodásak ezek a smaragdok. Csodásak. Csak ugyan pazar zsákmány. A hölgy prémkészlete önmagában is egy vagyontér. A parókával persze nem tudunk mit kezdeni, Mr. Heap, de sietnünk kellett, és rajta volt a diadémja. Igen, siettünk. Mr. Defoe a drága kövek szakértője felméri a zsákmányt és megállapítja az értékét. Senkinek sem akarom elvenni a helyét. Sajnos Leslie itt hagyott bennünket. Lábbal előre. Baleset érte. Rendes fiú volt, de túlságosan ingerlékeny. Értem. Akkor már is munkához látok. A pisztolyaink semmit sem érnek, Mr. Heap. London legjobb pisztolyait kaptátok meg tőle. Az enyém ma csütörtököt mondott. Biztos rozsdás ez a vacak. Olajozd be, és minden rendben lesz. Figyelj csak! Hallottad, Maud? Segíts felkapaszkodni! Oh. Látsz valamit? Igen, ott van. Tom Defoe? Igen, de inkább ne menjünk be, mert késeik és pisztolyaik vannak. És megölnének minket. Jó estét. Jó estét. Bocsánatot kérek, de azért jöttem, hogy megnézem, Maud nincs-e itt. Nincs, Mrs. Cantley, de bennek is nyoma veszett. Minden tővé tettem érte, de hiába. Néhány órája mind a ketten eljöttek hozzám, aztán elrohantak, mint az őrültek. Maud még soha nem viselkedett így. Mit csinálhatnak ilyenkor késő éjszak? Oh, Mrs. Cantley, mint megtudtam, nem csak a mi drága fiunk tűnt el, éppen Benzonéktól jövök, és kiderült, hogy Charlie is eltűnt. Üzenetet hagyott, miszerint elmegy, és soha többé nem jön haza. Figyelj, Charlie! Mi az? Mindjárt éjfél. És Black kapitánynak se híre, se hamba. Biztosan eljön. És ha meggondoltam magát... Ne mondj ilyen szamárságot! Meg kell várnia a dagályt. Lehet, de én már aggódom. Ben! Hol voltál mostanáig? Mit műveltél tök mag? Robinson. Ellopták a Robinson Crusoe-t. Micsoda? Tom Defoe ellopta a kéziratot az apjától. Nem mehetünk el, nem hagyhatjuk itt Maudot. Annyira el van keseredve szegény. De hát miért? Mert Mr. Defoe a halálán van. Ajajaj, már csak ez hiányzott. Honnan veszed, hogy Mr. Defoe a halálán van? Mindenki azt mondja, hogy meg fog halni. Ugyan te buta. Igenis, elment hozzá az orvos, és ő mondta. Gyertek velem! Jim! Charlie! Charlie, én elmegyek bennem. Hát csak menjetek, ti ostobák! De nélkülem! Semmi kedvem visszamenni Mr. Gillishez.
várunk, menjünk be! Aki az ajtónál őrködik, nem enged be senkit. Én megyek oda. Én olyan kicsi vagyok, hogy nem vesz észre. Addig dörömbölök, amíg nem nyit ajtót. És akkor befelé! Gyerünk, bújjatok el! Gyorsan! Siessetek! Ki az? Nézze meg! Ha kopogtatást hallunk, van ott valaki. Nem látok senkit. Nem lehet más, mint Hawkins és a bandája, Mr. Hibb. Mondtam, hogy számíthatunk a látogatásukra. Hát csak jöjjenek be. Illő tisztelettel fogadjuk kedves vendégeinket. Mindenki a helyére! Furcsa, mintha nem lenne itt egy lélek sem. Az ajtó alig ha nyílt ki magától. Hé! Van itt valaki? Hová tűnt a sok ember? Ne mozduljatok! Fel a kezekkel! Kicsik ahhoz, hogy Hawkins emberei legyenek. Fogd be aszát! Mit kerestek itt, kölykök? Amondó vagyok, Mr. Hibb, hogy ez valami csapda. Tom Defoe! Azonnal adja ide a kéziratot, melyet ellopott édesapjától! Ismeri ezeket a gyerekeket? Fogalmam sincs, hogy kik. Micsoda? De hát engem sem ismer. Nézzen a szemembe, ha mer, és úgy mondja ezt. Nem ismerem, kisasszony! Hogy merész el ilyet mondani? Mód, ne haragudj rám. Minden tőlem telhetőt megteszed. Züllett hazug ember. Eresztel, és soha többé nem akarom látni. Hallgass meg, Mód! Csönd legyen, szátok annak, hogy ember jaj nek! Nem tűröm a verekedést! Azonnal hagyjátok abba, különben elhegedülöm a bótátokat! Önne semmi dolgunk sincs, emiatt a gazember! Hogy mertek így rám törni, mint egy rablóban? Kifelé! Nem ijedünk meg maguktól, dobjanak csak ki bennünket, büszkék lehetnek a győzelmükre. Legyőznek egy sereg gyereket, ez a semmire kellő is büszke lehet. És én még kezességet vállaltam érte a börtönben, hogy hazamehessen kibékülni az apjával. Törődik is ő az ígéreteivel, melyeket egy ilyen szegény lánynak tett. Hogy lehettem ennyire ostoba? Az én hibám. Persze szegény apja is hibázott, hisz nem lett volna szabad megmutatni a kéziratot. Micsoda szégyen, meglopta a saját apját, megtalálták az emberüket. A börtönben lenne a helyen! Mire vár, miért nem hallgattatja el? Meddig tűri még, ha sértésekkel halmozzon el? Romlottam, mint képzeltem, aljas ember. Az édesapja a halálában, mert ellopta tőle a Robinson Crusoe-t. Adja vissza a kéziratot az apjának! Mi van ezzel a Robinson Crusoe-val? Ellopta az apjától a Robinson Crusoe kéziratát. Hogy kifizethessem az adósságomat. Igen, valóban kifizette az adósságát. De azon az áron, hogy ellopta a Robinson az édesapja beses kéziratát. Tényleg ezt tette? Kiről van szó, Mr. Hibb? Csak egy hozzád hasonló tudatlan tehet fel ilyen kérdést. Bocsásson meg, Mr. Hibb, de ön talán tud olvasni? Nem, de felolvastattam magamnak, tökfej. Többször is meghallgattam. Mondhatom, csodálatos történet. És te el merted adni a kéziratot? Igen, eladtam, és mi ebben a rossz? Te idióta!
Ha említetted volna, én 1000 fontot is megadok a kéziratért, és a British Múzeumtól 100-szor annyit is kaptam volna érte. Ez a könyv hazugságok tömkelege, és a király betiltotta. Te! Gyermekeim! Sajnos nem áll módonban visszaszerezni a kéziratot. Vigyétek magatokkal Tom Defoe-t, és csináljatok vele, amit akartok. Köszönjük, Mr. Heap! Köszönjük, Mr. Heap! Végre itt vagy! Nem hagyhattalak titeket a pácban. Úgy látom, jókor érkeztem. Mr. Heap, csak nem hagyja, hogy ez a sok kölyök... Te nem tudod, mit jelent nekik, Robinson Crusoe. Kis idióták! Elment az eszetek, tüstén toldozzatok el! Előbb adja vissza a kéziratot. Hogyan? Honnan szereznék rá pénzt, te szamár? A kereskedő úgysem adná vissza. Mód, legalább neked legyen eszed. Engem aztán hiába kérlel. Bár soha se ismertem volna meg. Ugyan, mit fecsegsz? Na és mi a szándékotok velem? Eláruljátok? Mond, Mód. Mit csinálunk vele? Én sem tudom. Ha most hazamegyek, sejtem, mi vár rám. Engem is elfenekelnek. Hallgasson! Megtiltom, hogy nevessen. Inkább szégyenkezhetne amiatt, amit tett. Szégyelje magát. Megérdemelni, hogy visszakerüljön a börtönbe. Ki küldi vissza? Bízzuk ezt Istenre. A bűnös elnyeri méltó büntetését. Benne van a Bibliában. A gyerekek is, akik rossz fát tesznek a tűzre. Senki se hallgatna ránk. Ha visszatérünk Mr. Gillishez, kezdődik minden előről. Hogy mennénk vissza Mr. Gillishez? Nem emlékszel, hogy búcsúztunk el a műhelyt? Hát persze. A festék. A két vödör festék. Milyen festék? Mielőtt eljöttünk, kiöntöttünk két vödör festék. Muszáj fecsegnem, mi? Most már úgyis mindegy. Mire készültetek? Hajóra akartunk szállni. Jim, Ben és én. Egy szigeten éltünk volna. Mint Robinson. Egy szigeten éltetek volna, mint Robinson. Fogd be a szád, gazember. El akartatok hajózni. Örökre elhagytátok volna Londont. Igen. De amilyen ostobák vagyunk, itt maradtunk. Szerintem szerencse. Szerencse? Miattad nem indultunk el a szigetünk felé, miattad? A szigetetek felé? A ti híres szigetetek sosem létezett. Olvasni persze lehet róla. Apám találta ki az egészet. Milyen jogon állít ilyet? Kérdezzétek meg Módtól. Mondd, Mód. Tessék. Igaz ez? Mi? Amit Tom mondott, hogy ez a sziget nem létezik. Nem. Nem, nem igaz. Ez nem igaz! Hazudik! Akkor létezik? Persze, hogy létezik. Tom Defoe hazudik. Inkább az apjának higgyünk. Igen, és létezik az a sziget. És tényleg olyan meleg van ott? Igen, Mód? Igen, nagyon meleg van. Ott mindig meleg van. Még télen is. Soha sem havazik. Kecses pálmafák hajladoznak, és a homok mindig forró. Minden úgy van, mint a könyvben? Igen. Hullámok csapódnak a sziklákhoz. A szélben hajladoznak a pálmafák, és mindig süt a nap. Csupa hazugság. Ezt mind apám találta ki. Az a sziget nem létezik. Tom Defoe hazudik! Hazudik! Isten megbünteti! Jó reggelt, kérem szépen! Beszélhetnék ő felségével? Kérem, figyeljen ide! Szörnyű dolog történt velünk. Csak a király menthet meg minket. Tudom, hogy tilos megszólalnia, de... Hallani hal, nem igaz? Könyörgök, nyissa ki a kaput! Kell valaki, akinek kiönthetem a szívemet. Ne legyen ilyen szívtelen! Nagyon kérem, nyissa ki! Azért van itt, hogy bebocsásson. Ha a király megtiltja, hogy bemenjek hozzá, akkor mi haszna, fráter? Mondja
meg neki a nevemben, hogy ez nagyon csúnya viselkedés. Az a csúnya, ha valaki így beszél királyáról. Kicsoda ön? És ön, kisasszony? A nevem Maud Cantley. Úgy tartod, hogy a király mi haszna fráte? Igen, úgy tartom. Szerintem képtelenség, hogy a király ne tudja, mi folyik Londonban. Hogyan segíthetne így a bajokon? Mi történik, gyermekem? Higgy el, nagy baj van. A király az egyetlen, aki segíthet nekünk, hogy megmentsük Mr. Defoe életét. Bizonyára nem kívánja a halálát. Mr. Daniel Defoe-ról beszélsz? Igen. Ismered őt? Igen, nálunk lakik. Nálatok lakik? Igen. A szemébe mernéd mondani ő felségének, hogy... Igen, hát persze. Akkor a színe elé vezetlek. Igazán, beszélhetek a királlyal. Vajon mindannyiunkat hajlandó fogadni, uram? Tessék, hogy mindannyiótokat? A barátaimmal mennék a királyhoz. Nem egyedül vagyok, körülbelül 30-an vagyunk. 30-an? Csupa gyermek? Igen. Jim, Ben, Charlie és a többi barátunk. Az egész éjszakát a szabadban töltöttük. Ez aztán különös, lányom. Nem bánom, menj értük. Várlak benneteket a palotában. Köszönöm. Felség, hivatni méltóztatott? Igen, Mr. Pam. Várok néhány szemét, akik audienciát kértek tőlem. Audienciát? Ilyen korán reggel, felség? Audienciához még valóban kissé korán van, úgyhogy vendégül látom őket reggelire. Reggelire? Igen, bőséges, kiadós reggelire. Körülbelül 30-an jönnek. Jól hallottam, felséget 30-at mondott, de felség, a konyhában még be sem gyújtottak. Mr. Pam, mint hallottam, ezek a személyek az egész éjszakát a szabadban töltötték. Biztos vagy ebben, Maud? A király hajlandó fogadni minket? Igen. Hát akkor igyekezzünk. Vezessetek a király elé. Vagy talán megijedtetek. Maradjatok itt. Én előre megyek körülnézni. Teringettét, már megint te vagy, az te haszontalan! Gyorsan, gyorsan, meneküljünk! Üldöz az ember, akit eltaláltam a nyilvesszővel! Őrség! Tartóztassák le ezt a csibészt! De hát, mit kerestek ti itt? Nem számított ránk, igaz? A királyhoz megyünk audienciára! Őfelségéhez jöttetek? Pontosan! Na-ha-ha. Ne nevessen! Egy roppant kedves úr fog a király elé vezetni. Miféle roppant kedves úr? Ő. Mi a baj, Mr. Pam? Miért tartóztatta fel a vendégeimet? Felséged vendégeit barancsára? Ben! Hát itt vagy, fiam. Mi van, papa? Jaj, de boldog vagyok, hogy megtaláltalak. Úgy féltünk, hogy elveszítünk Ben. Ráfér egy újabb verés, Mr. Drinkwater. Ez a gyermek a maga fia, Mr. Drinkwater. Igen, felség. Könyörgök, irgalmazzon neki. Két társával mai éjjel el akart hajózni. Örökre elhagyták volna Angliát. Örökre elhagyták volna Angliát? Erről egy szót sem szóltál nekem, Maud Cantley. Ennyire boldogtalanok a gyermekek. Igen, felség. Ezek szerint ön lenne a király? Igen, én vagyok a mi haszna fráter, kisasszony. Kérem, felség, bocsásson meg, legyen elnéző. Higgy el, felség, nem tudtam. Hiszek neked, Maud Cantley. Szóval, te vagy Ben, és melyik őtök Charlie, és hol van Jim? Én vagyok az. Jim pedig én vagyok. És az a fiatalember ki? Ismerem. Tom Defoe. Igen, felség, Tom Defoe vagyok.
Miért kötöztétek meg? Mert a fogjunk, felség. Megbüntetjük, amiért meglopta az apját. Ellopta a Robinson Crusoe kéziratát. Vissza kell, hogy szolgáltassa az édesapjának. Igaz ez, Tom? Igen, felség, igaz. Nem hiszek a fülemnek. Ez az igazság, felség. Tolvaj lettem. Én a híres Daniel Defoe fia. Erre majd később visszatérünk. Van egy javaslatom. Ha az éjszakát a szabadban töltöttétek, megéheztetek, igaz? Igaz, felség. Igen, éhesek vagyok. Pám, kérem szíveskedjék oda kísérni a vendégeimet György herceghez. Nos, Mr. Pám? Tessék, gyerekek. Ti pedig gyertek velem. Ezek az emberek atyám vendégei, Mr. Pam? Igen, úgy van, fenséges uram. Azért kötöztük meg, felség, nehogy megszökjék. 50 fontért eladta a Robinson Crusoe kéziratát, meglopta a tulajdon apját. Azt óhajtod, hogy én döntsek a sorsáról? Igen, felség. Csak felséget parancsolhat rá, hogy visszaszolgáltassa a kéziratot. Hogy merészelsz ilyen gaztettet elkövetni? Ha tudná, felséget, hogy mennyi baj csinált, mi használak? Nagy előszeretettel használod e szót. Világosan emlékszem rá, Tom Defoe. Gyermekkorodban gyakran eljöttél a palotába édesapáddal. Azok boldog évek voltak, felség, de sajnos annak az időnek vége. Arra célzol talán, hogy áldozata lettél? Az apád is köztem kialakult viszály? Igen, felség, úgy gondolom. Vajon így mertek volna bánni velem, ha ma is felségedet szolgálnám? Apád azt állította, hogy itt veszélyben forog a szabadság. A szabadság, a folyton ezt a szót hajtogatja. Megőrizte a szabadságát, én pedig éhen pusztulhatok. Tanulmányaimat abba kellett hagynom, viseltes ruhákban járok, de hurrá, hogy szabad! Látom, hová akarsz kiukadni. Úgy véled azért, hogy tolvaj lettél, apádat terheli a felelősség. Sőt, közvetett módon engem is, igaz? Válaszolj! Felség, büntetést érdemlek mindazért, amit tettem. Örülök, Tom Defoe, hogy legalább beismered vétkedet. Igen. Egyetértesz velem, Maud Cantley? Igen, Tom büntetést érdemel. Rendben van. Visszaküldetem a börtön. Ne! Nemrég értem el, hogy kiengedjék. Akkor pedig... Mivel beismerte, hogy lopott, fel is akasztathatom, ha azt szeretném. Ne, felség, kérem, ne! Ne, könyörüljön. Vagy gályarabságra ítéljem? Ne, könyörgök. Kedves Maud Cantley, gondolkozz egy kicsit. Arra kértél, hogy büntessem meg. Ám amikor megtenném, felkiáltasz, könyörgöm, ne! Csak azt szeretném, ha Mr. Defoe visszakapná a kéziratát. Talán van még egy másik lehetőség is. Tom Defoe, hajlandó vagyok elengedni a büntetésedet, ha cserébe vállalod... Mit kell vállalnom, felség? Egy szolgálatot kérek tőled. Te nyilván mindenkinél jobban ismered viszályunkat apáddal írásai és nézetei miatt. Igen, felség, de... A Defoe nevet viseled, melyet apád a kelleténél is híresebbé tett. Nos hát, azt szeretném, ha nyilvánosan egyszer s mindenkorra megtagadnád mindazt, amit írt és hirdetett. A felforgató eszméket, melyek tönkretették életét. Tagad meg a Defoe nevet, és egyedül királyod tekintélyét ismerd el, akkor visszafogadlak magam mellé. Ezt igazán nem kívánhatja tőlem, felség. Nem engedelmesked el? Miért tenné meg, felség? Az édesapja csodálatos ember. Mégis meglopta egy csodálatos embert. Igaz, Tom Defoe? Sajnos igaz, felség. Szégyenkezem a cselekedetem miatt. Büntessen meg, megérdemlem, de édesapám nevét nem tagadom meg.
Miért nem vagy ráhajlott? Mert nem árulom el az apámat. Igazán? Itt előttem sem tagadod meg? Nem, nem, felség. Nem bírom, nem bírom. Ki ismertelek, Tom Defoe? Ugyanolyan önfejű vagy, mint az édesapád. Nem tanultál az ő sanyarú sorsából. Pedig az intő példa lehetne számodra. Az alma nem esik messze a fájától. Nos, ha már így van, halld újabb javaslatomat. Köszönjük, felség, kíváncsian várjuk javaslatát. Nyisd ki ezt a ládát. Jó néhány arannyal teli zacskót látsz ott. Vegyél el egyet, és nyújtsd ide. Ez valóságos kis vagyon. Szíved mélyén meg vagy róla győződve, hogy apáddal szembeni hajthatatlanságom tönkretette. Nem, felség. De tudom, bizonyos mértékig elismerem felelősségemet. Ha vétettem ellenetek, ma jóvá kívánom azt tenni. Fogd ezt az acskót. A tied. Valóban, felség. Ezzel helyre hozhatod bal lépésedet. Szabad vagy, Tom. Köszönöm, felség. Jár, gyermekem, csatlakozzunk barátaidhoz. Köszönöm, felség. Gyere. Még mindig mi haszna fráter vagyok? Hogy köszönjem meg, felség? Tudod, gyermekem, királynak lenni nem mindig könnyű foglalatosság. Bocsásson meg, felség, de én már nem tudom, hogy mihez tartsam magam. Azt hittem, felséged gyűlöli Mr. Defoe-t, és... És? És felséged most megmentette a fiát a gyalázattól. Egy királynak is el kell ismernie, ha egy döntése nem helyes, még ha korábban annak tartotta is. Maradjon ez a kettünk titka, gyermekem. Hálás vagyok neked, amiért ide vezetted Tom Defoe-t, és eljöttél ide ezzel a sok gyerekkel. Tömd a bendőt! Hey, Jim! Deréglak már osszadtunk kedvünkre! Ahogy mondom! Mr. Pam? Igen, kérem, vigyázzon, herceg! Hozasson ide csokoládét! Csokoládét ide! Ki kér süteményt? Mr. Pam? Igen, igen, azonnal, hozzanak még süteményt, és csokoládét is! Azt nem kívánhatjuk Mr. Pamtól, hogy mosolyogjon ránk. Á, igen, a nyílvessző mi? Hát igen, pontosan a fenekébe fúródott, pedig a csündisznót vettem célba. Micsoda vidám társaság! Öröm rájuk nézni. Nem igaz, Mr. Pam? Osztom felséged véleményét. Tudom, hogy rajong a gyermekekért. Úgy van, felség, úgy van, rajongok ezekért a kis aranyosokért. Nem bírom tovább, felség, elfogyott az erőm. Kérem, engedje meg, hogy visszavonuljak. Távozhat. Köszönöm, köszönöm. György herceg. Ez itt Maud Cantley. Nagyon örülök, Miss Cantley, hogy megismerhetem Önt. Én is, felséges herceg. Remélem, e kis ünnepség nincs terhére, fiam. Szó sincs róla, felség, épp ellenkezőleg. Megtudhatnám, gyermekem, hogy bent barátunkon kívül ki akarta mai éjjel elhagyni Angliát? Én. Kérem, felség, legyen elnéző. Tudom, nagyon helytelen dolog megszökni, de Mr. Gillis műhelye valóságos pokol. Ki az a Mr. Gillis? Egy gyapot üzem tulajdonosa, felséged nem ismeri? Mind a ketten ott dolgoztok? Kérlek, mondd el, Maud. Igen.
Kérem, felség, ők nem mehetnek vissza Mr. Gillishez. Csináltak valami szamárságot. Ha nem lett volna ez a galiba Tom Defoe-val, már messze járnánk. Az volt a szándékotok, hogy Robinson Crusoe szigetére mentek? Igen, igen, felség. Keresek valami megoldást, amely megfelelő lesz számotokra. Bízzatok bennem. Kérem, kisasszony, foglaljon helyet, és egyen egy kis süteményt. Nem, herceg, nagyon köszönöm, de mi hamarabb szeretnék hazamenni. Az édesanyám nem tudja, hogy hol vagyok. Elkísérlek benneteket. Micsoda öröm számomra, hogy visszakaptam a Robinson Crusoe kéziratát. Köszönöm, fiam. Most elfelejtem minden korábbi vétkedet. Bocsáss meg, atyám. Nekem is van miért bocsánatot kérnem, a büszkeségem tönkretett. Csupán a hírnév érdekelt. Semmi mással nem törődtem, elvesztettem a... Nem szabad beszélni. ...valóságérzékemet. Igen, bizony elvakultam. Most már bánom, hogy nem adtam meg neked a szeretetet, melyet igényeltél. Melegséget vártam tőled, miközben elhanyagoltalak. Szűzanyám, káprázik a szemem. De hisz ez mód. Álmodom, ez nem lehet igaz. Jó napot, kedves Mrs. Cantley. Láthatná Mr. Defoe? Bocsásson meg, de azt hiszem nem lehet. Akarom mondani, felség, bocsásson meg a rendetlenségét, de ma mosok, felség, és... Nyugodj meg, mama. Nincs semmi baj, Mrs. Cantley. Jöjjön, felség. Tom Murphy. Mód. Daniel Defoe. Túlságosan későn jöttem. Már évekkel előbb meg kellett volna tennem. Bűnbánatom őszinte. Köszönet illeti meg felségedet. Megmentette fiamat a szégyentől. Nem én mentettem meg, hanem Mód odaadó szeretete. A gyerekek elszántsága. Igen, mi vettük rá ő felségét, hogy jöjjön el hozzánk. Igaza volt, Daniel Defoe. Jövőnk a gyermekeinktől függ. Vigyázzunk rájuk. Azt óhajtotta, hogy gyermekeket ne legyen szabad dolgoztatni. Már holnap kihirdetjük a törvényt. Megértem, hogy arról álmodoznak, hogy Robinson szigetén fognak élni. Ám a boldogságot a mi szigetünkön is meg kell találniuk. Meg kell őket győznünk erről. Önnek és nekem. Ez az én óhajom, Mr. Defoe. Igen, értem. De attól félek, hogy sajnos felsége feladat egyedül önre hárul. Én nem segíthetek. Egy-kettőre felépül Defoe. Nem. Semmi nem tart már itt, felség. Hamarosan itt hagyom a világot. Lelkem nyugodt, de van valami számomra, ami nagyon fontos. Igen, felség, nagyon-nagyon fontos. Az, hogy álmom a szigetemről tovább éljen az emberek szívében. Robinson Crusoe nem halhat meg. Fogd a kéziratot, Mód. Olvasd fel
az utolsó fejezetet. Azon a napon, mint a többi napokon, pirkadatkor kimentem és felkaptattam a dombra. Pillantásom megpihent a végtelen tengeren. Amely ezen a reggelen csöndesebb és békésebb volt, mint valaha. A felhők szerte foszlottak, a nap ragyogóan sütött. Tekintetem megpihent a tengeren. Éppen el akartam hagyni megfigyelő helyemet, ám ekkor délen megpillantottam egy hajó vitorláit. Sietve meggyújtottam egy mindig készenlétben lévő mágiát. Magas lángok csaptak fel. A hajó tüstént irányt változtatott, és a sziget felé indult. Közeledett. Hát megmenekülök, gondoltam. Megszabadítanak. Sírtam, amiért el kell hagynom e földet. Ahol szomorú, egyszer s mind, oly boldog voltam.